Horgoson is megkezdődött az iskolai tanév, melynek apropóján a Kárász Karolina általános iskolába látogatott Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár is, és megtekintette az iskolán elvégzett beruházásokat, melyet a tartományi titkárság is támogatott. Ez egy folyamat, itt Horgoson a Kárász Karolina általános iskolában is történnek a dolgok, folyamatosan folynak a felújítási munkálatok, többek között tartományi forrásból is. 2017-es év folyamán összesen mintegy 6 millió dinárt sikerült biztosítani a tartományi költségvetésből, és ennek egyik része, egy 3 milliós tétel, most fejeződött ennek az évnek a során be. Nyilászárók felújítása, a tornaterem rendbetétele, ezek voltak azok a munkák, amelyeket a vakáció során elvégzett az iskola, illetve a kivitelező, akivel ezt leszerződték. Nagyon fontos, hogy az egész Vajdaságban és itt Horgoson is egyre jobbá váljanak a körülmények az iskolai épületeinkben, és azok a szükséges munkálatok, amelyeket el kell végezni, elvégződjenek. A szigetelése az épületnek, a nyílászárói az épületeknek megfelelőek legyenek, és ezzel aztán már a fűtési költségek is csökkenjenek. Ehhez próbálunk mi is a tartományban hozzájárulni, és ezt persze folytatni fogjuk. Itt Horgoson is van még mit tenni. Kemény munka van mögöttünk, ugyanis nagy beruházás, illetve fejlesztés valósult meg az elmúlt két hónapban. Hát kellett egy nagyon jó kis csapatmunka, ami azt gondolom, hogy páratlan vajdasági szinten, ugyanis kollégáim, dolgozóim egy 3 hetes megfeszített munkával két fontos objektumot hoztak létre, amellyel felhívjuk a tanulóink figyelmét az egészséges táplálkozás jelentőségére. A létszám hogy alakult a horgosi iskolában, úgy az elsősök, mint a felsősöknél? Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a tavalyi évhez képest csökkent a tanulói létszám, míg tavaly 524 tanulóval kezdtük a tanévet, idén 501 tanulóval fogjuk kezdeni. Tavaly 81 elsősünk volt, most az idén 56 elsősünk van. Ősztől, azaz a tanév kezdetétől megvalósult egy újabb dolog az iskolánkban, mégpedig élelmiszerbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezünk, amely ugyancsak a tanulóink biztonságát tűzte ki célul, és meg kell, hogy még említsem azt is, hogy az említett 3 millió dinárból a beruházás része még a tornateremben új védőháló és funkcionális radiátor burkoló lett telepítve. Az ünnepségen megjelent még Horgos helyi közösség elnöke Sors Róbert, valamint Vas Zoltán ifjúsággal megbízott tanácstag is. A gyerekek ünnepi műsorral készültek az eseményre, ahol verseket, táncokat láthattak az egybegyűltek.